Na sziasztok, Kei vagyok. Hát ez a videó most egy elég érdekes videó lesz, meg őszintén szólva nem is voltam benne biztos, hogy szeretnék veletek erről beszélni, viszont úgy tűnik, hogy jobban el fog húzódni a dolog, mint én azt szerettem volna. Aki követ Facebookon, az igazából már tudja, hogy mi van. Ott írtam egy posztot arról, hogy nem vagyok képes jelenleg videózni röviden és velősen. Ennek oka van, de nem kell félni, nincs semmi óriási törés az életemben, vagy ilyesmi. Csak mindenkinél beterik egyszer a pohár, és nálam az most van. Minden rendben, de tényleg, hogy aggódni nem kell. Semmi ilyesmi dolog nincs, hauker is megvan. Szóval nem kell félni, csak tudjátok, hogy nekem így a videózás mindig arról szólt, hogy próbáltam pozitív maradni, megmutatni nektek, hogy igen, harcolni kell, meg jaj, mindig mosolyogni kell. És én úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy amíg én nem tudom ismét hozni ezt a formámat, én nem szeretnék kamera elé állni. Viszont, mivel én abban voltam, hogy egy hét alatt én összeszedem magam, de nem sikerült, ezért végül úgy döntöttem, hogy mégiscsak beszélek ezekről a dolgokról, hogy tudjatok róla ti is, mert köcsökségnek éreztem azt, hogy kihagytalak titeket ebből a dologból, mert mégiscsak a részei vagytok az életemnek. Hát röviden és velősen igazából vizsgák, ilyesmi dolgok közelednek, önbizalmam nulla minden téren, és mikor ez a kombó összejön, akkor nem tudok úgy működni, ahogy kellene. Szintén elhanyagoltam nagyon a barátaimat, mert ugyebár nagyon sokat dolgozom mellette, a sulit csináltam, mellette YouTube-oztam, és most kezdem azt érezni, hogy nagyon durván kicsúszott alólam a talaj, és hogy én nem vagyok ott, hogy én ezt így csináljam. Vannak emberek, akiknek soha nem engedtem azt meg, hogy mellettem legyenek ilyen helyzetben, és most kezdem észrevenni azt, hogy kezdem ezeket az embereket elveszteni. Ebből fakadóan döntöttem el úgy, hogy ideje egy kicsit magammal is foglalkoznom, ami igazából azóta sem történik meg, szóval nem tudom, miért jártatom itt a pofám. Inkább úgy mondom, hogy próbálom magamat rávenni arra, hogy emberek közé menjek, megpróbáljak egy kicsit szórakozni, bár őszintén szólva azt sem tudom, mi az. Igen, most sajnos ez van, és nem azt jelenti, hogy nem lesznek videók, csak azt, hogy kevesebb lesz. Nem fogom magam folyamatosan nyomni arra, hogy igen, most akkor legyen heti 2 vagy 3 videó, még ha nem is ugyanabban az időpontban. Próbáltam felvenni nektek videót, annak nem lett jó vége. Lényeg, ami lényeg, nem állunk le, továbbra is videózni fogok, és nagyon szeretem csinálni, nagyon sok támogatást kapok tőletek is. Nem tudjátok elképzelni néha, milyen mérő szedtetek ki, mikor a munkahelyemre bejöttetek egy rajzzal, egy nyuszival, és így nem élővel, mert rajzol természetesen. És hirtelen mégsem volt olyan szar az a nap. Szóval tényleg nagyon hálás vagyok nektek is, meg mindenkinek igazából, aki támogat, mert továbbra is tényleg minden rendben van a YouTube ügyében, sőt, ha minden igaz, akkor most lesznek újdonságok. Én titeket csak arra szeretnélek kérni, hogy egy tartsátok ezt tiszteletben, hogy attól, hogy például valamivel mostanában játszok, például Twitteren kiteszem, nem azt jelenti, hogy felveszem, sőt, direkt nem vettem fel olyan játékokat, amiket egyébként mindig felszoktam venni. Nem a Heavy Rainről van szó, mert természetesen azt nem fogom tovább vinni nélkületek, tehát az fasság. De így az egyéb játékokat nagyon-nagyon toltam. Mert az a helyzet, hogy annyira YouTube-ból állt az életem, hogy elfelejtettem, hogy egyébként én szeretek játszani. Mert nekem amióta csak YouTube-ra vettem fel a dolgokat, igazából a játék élményét sosem tudtam átérezni, csak az, hogy a videózás. Hogy van a videózás, és videózni kell, és bla bla bla. Szóval nagyon rossz felé ment ez a dolog is, és ezen is javítani szeretnék, mert tényleg hosszú távra szeretném ezt a YouTube-ot csinálni, de ilyen felfogással, mint amivel jelenleg csináltam, nem lenne az, és nekem az a legfontosabb, hogy a minőség is jó legyen, és még mellé én is élvezzem a dolgot, és ez nem történt meg az utóbbi, nem tudom, már egy hónapban, de láttátok is például a gamingnél, tehát a Heavy Rain-t azt képtelen voltam folytatni. Az most is így van, de tanultam a dologból, majd mindig megvárom egy kis barátomat, aki ide mellém ül, és akkor együtt csináljuk, úgy biztos, hogy élvezetesebb lesz a dolog. Jó, teljesen fölöslegesen beszélek, lényeg az, hogy mindenkinek vannak gyenge időszakai, most ez a következő másfél hónap az nekem nagyon durván az lesz, szóval kérlek nézzétek el, legyetek velem türelmesek, ettől függetlenül nem áll le a dolog, nagyon sok érdekes dolog lesz a csatornán is, illetve majd decemberben lesz egy nagyon király dolog, amit már nagyon várok, csak ugye nagyon elködösítik ezek a rossz dolgok, amik még lesznek addig, amiken túl kell lennem, de azt majd remélem, hogy ti is élvezni fogjátok, mert velem jöttök valahova, ahova én már nagyon rég szerettem volna ismét kimenni. És igen, igazából ennyit szerettem volna, hogy legyetek türelmesek, kérdezgessétek nyugodtan, hogy miért nincs videó, mikor lesz videó, mert
Ha látom azt, hogy titeket is érdekel, én is hamarabb fogok leülni videózni, mint hogyha azt látom, hogy tökre leszarjátok, hogy van-e videó vagy nincs. Szóval, ja, nyugodtan írjátok a gondolataitokat, ennyi, amit szerettem volna. Szeretném már az új sorozatokat is elkezdeni, ugyebár belekezdtünk a főzősbe, az egyébként így is fog maradni, mint eddig, mert ugye kaptam olyan kommentet, hogy miért nincs benne a fejem, mintha nem lesz benne a fejem, bazd meg, mert ez nem arról szól, ha a fejemet akarod nézni, nézz a undorító vlogokat, meg ilyen szarságokat, amit felteszek. Abban a videóban munka volt, ennyi. Tehát, hogy nem a fejem, hanem a szívem volt benne, ha az nem felel meg, akkor sajnálom. Szóval ez továbbra is egy ilyesmi hangvételű dolog lesz, meg van még nagyon sok egyéb sorozat, amit szeretnék elkezdeni, azok is egy kicsit több munkával járnak, de szeretném minőségi tartalommal feldobni egyébként a csatornát majd, amiben több munka van, még a ti nem is érzitek annyira azt a minőségváltozást, én fogom. És az nekem nagyon jót fog tenni. És tényleg köszönöm az összes támogatást és a türelmeteket. Remélem, hogy továbbra is mellettem lesztek. Csak tényleg nem szeretnék úgy leülni ide, hogy így bizonyos percekben látszik, hogy nem igazi a mosolyom. És sajnos a munkámból adódóan én nagyon könnyen tudok mosolyogni, és nagyon kevesen veszik észre, hogy nem igazi, de én tudom is. Én nem szeretnék nektek egy olyan képet mutatni magamról, ami nem vagyok. Szóval őszinte mosollyal szeretnék ide visszaülni legközelebb, nem ezzel a erőltetett, próbáljunk meg még így is pozitívak lenni a szarkupac közepén. Dolog, beszélni nem bírok, mint azt látjátok. Szóval igen, ennyit szerettem volna. Nem kell túlaggódni a dolgot, minden rendben lesz, csak nekem most van egy ilyen kis szar időszakom, de majd kijövünk ebből is, mind ahogy minden másból, sokkal szarabb dolgok is voltak már az életem bennél. Szóval tényleg nem kell aggódni, meg semmi ilyesmi, csak időre van szükségem. Ennyi. Igen. Szóval legyetek jók, és találkozunk majd a következő videóban. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok nekem. Sziasztok!